10 éve ünnepeljük a lengyel-magyar barátság napját. A jeles nap alkalmából a nyíregyházi Bem József általános iskola csapatversenyt rendezett a megye általános iskolásainak. Azok a hetedikes diákok jutottak a döntőbe, akik az első online fordulón már tovább jutottak. A mai vetélkedőnknek a mottoja az, hogy gyere velünk Lengyelországba. Tehát gyakorlatilag szeretnénk megismertetni a gyerekekkel a lengyel nép kultúráját, a lengyel-magyar kötődéseket, a történelemben milyen pontok azok, ahol a lengyel és a magyar népnek a történelme összefonódott, illetve lengyel híres embereket, és egyáltalán, hogy egy kis betekintést kapjanak a gyerekek arról, hogy a lengyel-magyar barátság az hová vezethető vissza. Az igazgatónő az eseményen azt is elmondta, már 7 éve tart a magyar-lengyel barátság ápolását támogató vetélkedő sorozat, ami már a megyei szintűvé nőtte ki magát. Magyarország is elfogadta a március 23-át, mint a lengyel-magyar barátság. Az eseményen dr. Ulrik Attila mondott köszöntőt. Nyíregyháza alpolgármestere beszédében hangsúlyozta, hogy a lengyel-magyar lelki kötődés szemmel látható. A mai napig kedvesen fogadnak minket, mintha hasonlóságunk már a genetikába ivódott volna. Mind a magyar, mind a lengyel történelem hányatott sorsú. A szuverenitás az pár évszázaddal ezelőtt az nem volt a saját nemzetek által megszervezett, mert idegen királyok voltak, ugye Lengyelországot háromszor felosztják a 18. században, az nekik több száz, egy 150 vagy 160 évre elveszik. Ugyanúgy nálunk is ez egy hatalmas kérdés, egészen 1867-ig, amikor megalakulhat az első magyar kormány Mátyás óta. A döntőn 6 csapat vett részt, valamint a Bem József általános iskola egy versenyen kívüli csapata. Amikor egy ilyen versenyre eljövünk, és valamilyen helyezést elérünk, akkor mindig boldogok vagyunk, és örülünk, hogy a sok tanulásnak lett eredménye. A megmérettetésen nem csak hagyományos tesztfeladatok voltak, hanem kreatív, vizuális készséget igénylő feladványok is. Poszterkészítés krakkóról, párhuzamos életrajzok, arcképcsarnok és reklámkészítés. Az ünnepi eredményhirdetést a Vikár Sándor zeneiskolában tartják március 24-én pénteken 17 órától.